Tabletekkel, 3D-s nyomtatóval és más okos eszközökkel felszerelkezve indult országjáró turnéra a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ új rendezvénysorozata. A diákokat és tanáraikat megszólító programok célja, hogy felkészítsék őket a 21. század kihívásaira. Keressétek meg hozzá a SpaceTrunk 3D nevű alkalmazást. Kütyük társaságában a gyerekek a mobil digitális iskolában. Az élményközpontú osztályterem a múlt héten Sonkádon állomásozott. Itt indult útjára a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ legújabb rendezvénysorozata. A DPMK egyik küldetése, hogy biztosítsa a 2016 végén elfogadott digitális oktatási stratégia bevezetését és módszertani támogatását. A most tartott programok több részből tevődnek össze, a jövőt bemutató tanóra két célcsoportot szólít meg. A diákoknál azt szeretnénk, hogy éljék meg egy tanóra keretében, hogy milyen is az, amikor digitális eszközökkel egy interaktív tanórán vesznek részt. Tehát ez egy élményközpontú, a jövőt bemutató tanóra. Itt nem feltétlenül az a cél, hogy valami konkrét tudást adjunk át, bár nagyon izgalmas témáink vannak, pénzügyi tudatosság, fenntarthatóság, robotika, tehát nagyon jó témákkal jövünk, de hogy itt a diákoknak azt szeretnénk bemutatni, hogy ez hogy működik a világban. Pedagógus kollégáknak alapvetően módszertani képzést adunk, tehát őnekik azt mutatjuk meg, hogy ezeket a digitális eszközöket, ezeket a digitális tartalmakat hogy lehet egy mindennapi tanórában hatékonyan jól használni. A mostani program sorozat keretében 15-20 helyszínre szeretnének eljutni. Sonkádra a múlt héten napi 90-100 diák érkezett a környező településekről, hogy bejön a digitális iskolába. A következő hetekben pedig különféle eszközbemutatókkal, workshopokkal, foglalkozásokkal és a digitális pedagógiát támogató műhely munka jellegű programokkal az ország számos pontján jelenik meg a Mobidik csapata egy-két napos, egyhetes, valamint kéthetes kitelepülések keretében. A konkrét helyszínekről a DPMK weboldalán lehet tájékozódni. Beszélgető társaim a témát illetően a stúdióban Roma Ádám pedagógus, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének képviseletében. Üdvözlöm, Ádám, és vonalban van Koltai Eszter, a Mobidik program koordinátora. Köszöntöm, Eszter! Üdvözlöm Önöket! Ugye együtt meghallgattuk ezt a néhány gondolatot, ami a Mobidikkel kapcsolatos. Az első kérdésem tulajdonképpen az, ha a gyermekek irányából közelítem meg a program céljait és terveit a következő évekre, hogy az ő fejükben alapvetően összeáll az, hogy az a tanulásra épülne, vagy a tanulást szolgálná, vagy azt fejlesztené tovább ez a digitális világba való betekintés. Teljes mértékig. A gyerekek aktívan napi szinten használják ezeket az eszközöket. Én ma elsősöket is tanítottam, és megkérdeztem őket, hogy tegye föl a kezét, akinek van okos telefonja, és szinte mindenki föltette a kezét, úgyhogy ez a mindennapi életük része. Ezt látják otthon, ez jön minden fórumon, és a kezükben is ott van, viszont sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem tudatos a használat, se otthon, se az iskolában nincs rá alkalom, lehetőség, hogy ezt pontosan megtanulják, hogy mit, hogyan, mikor, mire érdemes és lehet használni. A mi célunk tehát az, hogy a gyerekekkel megismertessük azokat a felületeket, ahol játék is van, szórakozás is van, ismerettágítás, szélesítés is van, de mindeközben tanulásra, a saját fejlődésükre tudják ezeket az eszközöket használni, és erre ők teljesen nyitottak, és örömmel, tehát szemekkel ülnek be a mi óráinkra, sok-sok olyan érdekességet mutatunk, és annyira high-tech eszközöket, amikkel azért nem biztos, hogy mindig van lehetőségük találkozni, vagy ismerik ezeket az fórumokat, felületeket. Az önök országjáró körútjai, ugye, hiszen itt már több eszámban kell beszélni, ezek mennyire tudnak folyamatosak lenni, tehát hány alkalommal tudnak akár egy-egy gyermekkel találkozni? Hát egy gyerekre vetítve ez egy jó esetben sok év alatt több. Ugye mi alapvető célunk az ismeretterjesztés, a megismertetés, a digitális pedagógiai kultúra terjesztése és erre való érzékenyítés. Úgyhogy az országjárásunknak pont ez a lényege, hogy 15-20 hét alatt az egész országot körbe utazva mindenki a lehető legszélesebb körben értesülhessen rólunk, a programjainkról, és mindazokhoz a nagyon sok szervezethez és lehetőséghez, akik hozzánk kapcsolódnak, és így már ők be tudnak lépni ebbe, hogy ez egy folyamatos
impulzus, egy folyamatos elérés legyen. A mi feladatunk, a Mobidic csapat és a Mobidic program feladata a digitális pedagógiai módszertani központ szakmai és anyagi támogatásával, hogy minket megismerjenek, és minél szélesebb körben terjeszthessük a tulajdonképpen a digitális oktatási stratégia alapjait. Semmi kétségem afelől, hogy a gyermekek mennyire nyitottak, de mennyire nyitottak a pedagógusok. Mondjuk azok a pedagógusok, akik nem egy-két éve vannak a pályán, hanem mondjuk akik 30-35 éve. Nagyon-nagyon érdekes. Általában úgy ülnek be, hogy köszönöm, én csak nézem. És az a tapasztalat a tájékoztatók után, egy óra után, hogy örömmel nyomkodják és alig bírják letenni, aztán előbb-utóbb előkerülnek a jegyzetek, aztán előbb-utóbb előkerülnek a saját telefonok. Óriási élvezettel szoktam tartani ezeket a pedagógus tájékoztatókat. Ugye most az útunk az úgy néz ki, hogy egy-egy hetet állomásozunk valahol, délelőtt gyerekekkel foglalkozunk, délután szakkörök, és ezzel egy időben minden délután 15-20 fő pedagógus számára tájékoztatót, tulajdonképpen egy mini továbbképzést tartunk, úgyhogy nagyon-nagyon sok pedagógussal találkoztam az évek alatt, és arról az örömhírről tudok beszámolni, hogy mindenki nagyon lelkes, kicsit persze mindig óckodunk az újtól, ugye azért a mi generációnk, vagy akár az idősebb generáció nem ebben nőtt bele, tehát ezt meg kell szokni, ezt meg kell tanulni, ezt meg kell ismerni, a szükségszerűségét mindenki érzi, mindenki nyitott rá, szép lassan azért azt gondolom, hogy össze fog ez érni. Végül mondja meg nekem ezt, hogy mekkora stábja van a Mobidicnek? A Mobidicben 6 fő pedagógus oktat, mi egy utazó pedagógus csapat vagyunk, és hát nagyon sok ember az a háttér támogató szervezet, aki segít minket és segíti az utunkat, a szervezést, az iskolákkal való kapcsolattartást, a szakmai támogatást, tehát nagy apparátus. Én köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, ha jól tudom, éppen utazik most is, tehát önöknek jó utat kívánunk a következő helyszínén. Nagyon köszönjük. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Viszonthallásra. És akkor mi itt a stúdióban folytatjuk a beszélgetést Ádámmal. Nyilván együtt végig hallgattuk a bejátszást is, illetve azokat az információkat is, amelyeket Eszter említett. De hát itt helyben, akár a Petőfi iskolában is, itt már vannak tapasztalatok erre nézve, hogy a gyermekek mennyire nyitottak, egyáltalán önök be tudták-e már ezt az oktatási módszerek közé valahogy illeszteni azt, hogy a digitális technikát alkalmazzák napról napra? Üdvözlöm én is a televízió nézőt. Azt gondolom, hogy igen, jó magam is gyakorlatilag minden nap használom a digitális eszközöket, és a munkatársaimmal is látom. Az iskolánk, hál' Istennek, nagyon felszerelt, tehát minden lehetőséget megkapunk. Digitális táblánk van, tanulói laptop, tanári laptop, tehát tényleg a lehetőség az ott van a kezünkben. Én informatika szakos is vagyok, úgyhogy igazából nekem ez, azt gondolom, hogy kötelességem is, és feladatom is, hogy ezeket az eszközöket gyakran használjam. Osztályfőnök is vagyok, és a gyerekeket próbálom motiválni is, hogy a digitális eszközök, hogyha helyesen használjuk, akkor sokszor előny. Azt gondolom, hogy mint az élet is, hogyha ha jól próbáljuk élni, akkor sok mindent ki tudunk belőhozni. A digitális eszközökkel is így van, de tényleg meg kell őket a gyerekeknek tanítani, hogy mi a helyes használat. És az egy kedvenc mondásom az, hogy, és ez a digitális eszközöknél is igaz, hogy mindent szabad, de nem minden használ. Az a feladatunk, hogy folyamatosan őket tanítsuk, hogy helyesen használják az eszközöket. Ön is hallotta Ádám Eszterhez, és azt a kérdést intéztem legelőször, hogy a gyerekek, amikor egy ilyen programmal találkoznak, egy ilyen országjáró körút egyik állomásán, ugye szembesülnek ezekkel az eszközökkel is, hogy melyik, mi mindent tud, tehát azért az ő fejükbe az összeáll, hogy ez mondjuk az ő tanulásukat, tehát egy tanítási folyamatot, tanulási folyamatot tud gördülékenyebbé tenni akár? Ha elmondjuk nekik észérvekkel, akkor azt gondolom, igen. Ugye mi is az osztály szinten is használunk akár zárt csoportot, és akár házi feladatok leadásában is ez nagyon jó, ha valaki hiányzik. Korábban azért erre nem volt lehetőség. Tehát akár egy A-B csoportos matematika felmérőt is ugye tudnak például, már hogy így ilyen gyakorlatilag. Igen, és a saját szakomban is tudom mondani, nekem másik szakom fizika, témazáró dolgozat előtt, meg szoktuk természetesen órán beszélni, hogy mire kell készülni, de azért én a csoportba elküldöm, hogy
hogy olyan formában is megkapják a gyerekek, és hogyha végig mennek a kérdéseken, akkor nagy meglepetés nem várhatja őket. És tudom is színesíteni, mert esetleg olyan videókat küldök bele, ami még inkább segíti azt, hogy a dolgozat jól sikerüljön. Tehát a kreativitás, illetve a szorgalom az itt is fontos, hogy ha én szorgalmas vagyok, akkor látják, hogy nekik is, hogyha a dolgozatra nagyon felkészülnek, akkor az jól fog sikerülni. Gondolom, hogy sok intézményre rálát esetleg, hogy más iskolákban hogy működik, hogy oldják ezt, meg ha egyáltalán foglalkoznak vele, de azért talán az a legegyszerűbb módja a digitális eszközökkel való oktatásnak, vagy az oktatás megszínesítésének, hogy digitális termet alakítanak ki ugye egy adott intézményben. Nem tudom, hogy például hány ilyet lehet kialakítani, hogy mekkora költségekkel jár egy ilyenek a kialakítása, és ha jól tudom, ma már nem nagyon van olyan tantárgy, amit nem tudnának, amiben ne tudnák ezt bevonni. Nyilván van költsége, de hát ugye mindennek van. Azt gondolom, hogy ha nem is egyszerre, de hogyha folyamatosan fejlesztjük ezeket a termeket, akkor a mi iskolánkban is, ahogy mondtam, szinte gyakorlatilag mindegyik terem már így van kialakítva, és igen, tehát mindegyik tantárgyhoz lehet kapcsolni. Tehát mondjuk van egy énekóra, akkor amellett, hogy énekelünk, akkor tanulói laptopokkal ezt lehet színesíteni, akár egy-egy olyan dalt megkeresve a gyerekek, amit korábban idézőjelben csak elénekeltek, most ők megszerkesztik, tehát leszedik mondjuk a szövegüket, és akkor vannak olyan programok, amelyekkel, akár ilyen karaoke programoktól kezdve, de számtalan szoftver van, amelyek úgy közelebb hozzák őket, hogy na, nem csak a mai modern zenéket jó énekelni, hanem egy korábbi éneket is. Tehát tényleg nagyon sok lehetőség van. És például nekem van egy ilyen programom is, hogy osztályfőnöki órán azt találtam ki, hogy olyan embereket keresek meg, akik azért a munkájukban nagyon kiemeltek, sikeresek, közismert emberekről is szó van, és például Skype-on, Messenger-en felhívjuk őket. Ezt azért is tartom fontosnak, mert nem biztos, hogy Budapesten mindenkinek lenne ideje eljönni hozzájuk, de hát itt van az internet, tehát megint egy jó dologra lehet használni. Tehát, hogyha az ember valamit el szeretné élni, valamilyen célt, akkor az internet nagyon sokban segíthet. Még egy kérdést a beszélgetés végére engedjen meg. Annyira evidensnek vesszük, hogy a legtöbb gyerek már tudja az okostelefonokat használni, a tableteket használni, hiszen már majdnem minden családban van, de azért nincsen minden családban. Tehát ön például személy szerint mit tapasztal, hogy azok a gyerekek, gondolom, gyorsan utolérik a többieket ezeknek az eszközöknek a használatában, tehát ők is be tudják építeni a kis életükbe, akik nem minden nap használnak ilyet. Igen, én is ezt tapasztalom, természetesen még nincsen mindegyik családban, de például az iskolának ez is azt gondolom, hogy az egyik feladata, hogyha valaki akár mondhatjuk, hogy egy hátrányos helyzet ilyen szempontból, akkor az iskolában van szakkör formájában, vagy akár egy-egy tanóra keretében délután, hogyha ott marad a gyerek, és tudunk velük foglalkozni, hogy ne legyen hátránya, és előbb-utóbb ő is fel tud zárkózni. Tehát tényleg, ahogy többször is említettem, a lehetőség ott van, csak élni kell vele. Teszi ez egy picit játékosabbá azért a tanulás számukra, gondolom. Igen, mindenki. Ez pozitív. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.